Sziasztok, kedves barátaim! Folytatjunk témát halál természetéről és a törvényeiről. A védikus írások elsősorban a Bhagavad Gita is említi, hogy halál nem létezik. Azt mondja, a bölcs emberek, ők látják, hogy mi történik, amikor valaki meghal, hogy csak testcsere történik, mint ruhacsere. Vagy számszi dzsirnáni adhá vihájá, nanáne grináti naró parani, tathá sari ráni vihájá dzsirnáni, anyáni szemjáti naváni dehi. Azt mondja, ahogy az ember leveszi a régi elsorvat használhatatlan ruhát, és újat veszi fel, ugyanúgy a lélek leveszi elsorvat testet, és új testet veszi fel. Ma egy pár percet mesélek arról, hogy mi határozza meg, milyen testet fog kapni a következő életében. A lélek tud születni, mint az emberi testben, ugyanúgy tud születni állati testben és a növényi testben, bármelyik testben, attól függ, hogy hogyan él az életet. Ha valaki kíváncsi, akkor megnézheti a csatornán karma törvényről szóló előadásokat, ott nagyon részletesen ki van bontva, mi történik halál pillanatban, milyen törvények alapján működik a halál, de röviden mesélek. A következő születésnek a meghatározó, ez az embernek az utolsó pillanatnak a gondolatai határoznak meg. Yam yam va pismaran bhavan, tyanjat antekale varam, tam tam evaeti kaunteya, sadatat bhava bhavita. Arról beszél Bhagavad Gita-nak a verse, a 8. fejezetben, 7. vers, amire gondol ember halál pillanatába, olyan létet majd éri el a következő születéskor. Arról szól, hogy a következő testet meghatározza az embernek az utolsó gondolata. Viszont az utolsó gondolata az egész életnek a cselekvésének az összegzése. Ahogyan ember egész életében dönt, cselekszik, gondol, milyen vágyakkal rendelkezik, mi az, ami dominál nála, ugye smaran bhavam, ez azt jelenti, hogy hangulat. Ember, amikor élet során cselekszik, van egy hangulata, hogy hogyan cselekszik, gonosz, jó, jóságos, jótevő, rossztevő, bűnös ember. Ez egy hangulata, egy elme állapota. Ilyenféle cselekvésekkel az ember meghatározza magának az utolsó gondolatot. Utolsó gondolatot nem lehet irányítani. Nem lehet fogni, és akkor most erre gondolom. Nem, hanem itt működik a karma törvény, vannak szamszkárok, élmények, amit ember szerzi élet alatt, és utolsó pillanatban, amikor ember nem tud irányítani se gondolatokat, nem tud irányítani a testet, ugye lehet kérdezni orvosokat, hogy milyen változások történnek halál pillanatában az emberrel, hogy a test teljesen össze-vissza működik, bénul, ember megbakol, ember megsükető, egyszer lázos, egyszer nagyon hideg, kihűl a test, végtelen sok mindenféle történik, folyamatok megzavarodnak, jeleznek, hogy a test szavatossága lejárt, és ugyanúgy a gondolatokat már nem lehet irányítani, hanem a szamszkárok, ezek az élmények, a hangulatok, amit ő teremtett egész életébe, az majd jön fel magától. És erre fog gondolni az ember. Az lehet kutya-macska, hogyha kutya-macskára gondol, következő életében kutya vagy macska testbe fog születni. Ezért nagyon veszélyes, mire gondol az ember, hogyan gondol az ember az élet során. Ahhoz, hogy ember jó, sikeresen hagyjon el a testét, úgy szokták mondani, ehhez nagyon fontos egy tiszta életet élni, jó gondolatokkal rendelkezni. Mit jelent a jó gondolatok, mit jelent a tiszta élet, ez megint nem relatív kell, hogy legyen, hanem kell, hogy legyen koordinátor, mint a védikus írások, ők megmondják, mi a tiszta gondolatok, mi a jóságos élet, és ez alapján ember majd tud biztosítani magának egy jó test cserét. Így történik a halál, ami nem is létezik, hanem csak a testnek a halála. Sok minden történik közben, hogyan lép ki a lélek a testből. A lélek kiterjeszti a tudatot egész testre, ezért mi érzékelünk az egész testünket, és utána összeszedi a tudatot, visszavonja, úgy mondjuk elvonja az érzékektől, a bőrtől és minden mástól, szemtől, a fültől, és szív csakra táján, ugye a lélekbe, és akkor finom fizikai testtel távolodik ki a nádik, a csatornák keresztül, és utána kerül anyukának a méhébe, apja magja által. Ez hogyan történik? Hogyan választunk a szüleinket? Hogy tudjunk a legjobban segíteni azok számára, akik már elhagyták a világot,
A védikus írások szerint ezt is mesélek majd a következő videóban. Köszönöm szépen, mindenkinek sok boldogságot kívánok, jó felkészülés az utolsó vizsgára, Hare Krishna!